No, hát filmfesztivál után jazzfesztivállal folytatjuk, a palóznaki jazz piknikről beszélgetünk a következő percben. Köszöntjük itt körünkben Valde Orsoly, a fesztivál igazgatót. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt. Ide számíthatunk idén, mindig megszoktuk, minden nyáron fantasztikus a kínálat. Idén milyen szenzációkkal szolgálhatnak? Megpróbáltuk összerakni a tavalyi két elmaradt pikniket, mert hogy kettő volt belőle, egy az eredeti dátumra. Igen, és pedig el volt törve, és az is elmaradt, tehát azt gondolta, hogy nagyon-nagyon nagy a várakozás szerintem. Most már két éve vár mindenki erre az eseményre. És két éve szervezzük, és két éve tényleg azt várjuk, hogy megvalósuljon, tele vagyunk izgalommal, meg idegességgel, úgyhogy most már tényleg nagyon közel van a fesztivál. Mondjuk, hogy mikor kezdődik, jövő héten csütörtökön van az első? Igen, július 29-től tart 31-ig, illetve hát picit átcsúszunk az augusztus 1-jébe egy órával, úgyhogy igen, jövő hétvégén csütörtöktől szombatig várjuk a látogatókat. Mennyire meghatározó a helyszín, a Balaton, a nyár, nyilván az adja a hangulatot, a hátteret. Inkább azt kérdezném ehhez kapcsolatban, Tamás, hogy évről évre egyre nő a fesztivál, aki az elmúlt 10 évben, vagy nem tudom, most így keresem, hogy 10 már? Ez lenne a 10. Ugye? Igen. Tehát akkor jók az emlékeim, mert hogy megyünk, látjuk, egyre nő, egyre több, egyre nagyobb, hogy hogyan tovább? Tehát, hogy lehet-e ez alkalmazkodni? Nagyobb terület lesz idén? Vagy marad ugyanaz a terület, marad ugyanannyi színpad, és aki tud, az szeretettel várják. Én szerintem, tehát elég organikusan fejlődtünk a közönség igényeit követve, tehát több közönségjét bővültünk, de szerintem elértük a határainkat. Tehát ahhoz, hogy ez megmaradjon még azért ilyen bájos keretek között, azt gondolom, hogy ez a maximum. Nem tervezünk területben bővülést, inkább csak finomítunk, tehát egy picit akarunk fiatalítani majd a fesztiválon, az idén még nem, mert hiszen az idén abból dolgoztunk, ami van, tehát próbáltunk a biztonságra menni és olyan előadókat hívni, akik a környéken vannak, vagy Európában turnéznak, de jövőre mindenképpen szeretnénk egy picit fiatalítani is a fesztivált, hiszen nőnek föl a gyerekek, akik ugyanúgy ott voltak. El. Így van, így akár családilag is. És ők a jövő. Nem véletlenül mondtam ezt a Balatont, a nyarat, és hát, hogy mondja, a korosztályt is, ez befolyásolja nyilván, hogy jellemző egyébként, hogy családosan, tehát a nyaralók jönnek oda, vagy távoli vidékekről, vagy országokból is jönnek nézők. Hát az idén külföldről nem nagyon várunk vendéget, egyébként pont két évvel ezelőtt már meglepően sok külföldi vendégünk volt a környező országokból, de még mindig százalékos arányban ez azért nagyon kevés volt. Alapvetően az országból jönnek, mindenhonnan, tehát Szegedről konkrétan többen jönnek, mint Veszprémből, tehát gyakorlatilag országosan, de nagyon sok nyaraló is jön, de lehet, hogy már ehhez igazítják a nyaralásukat, úgyhogy igen. Nem tudunk felsorolni minden programot, nem tudjuk felsorolni az összes színpadot, csak azt tudjuk mondani mindenkinek, hogy tessék megnézni a programot, és egy pár dolgot azért mégis jó lenne kiemelni, ki az, akire érdemes figyelni, vagy mi az, ami miatt ez a 4 nap, ez különleges lesz idén. Három, bocsánat, átnyúlunk egy picit már majdnem a vasárnap hajnalban. Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy az egyik legnagyobb különlegesség ennek az idei fesztiválnak, hogy szinte az összes fellépő úgymond a barátunk, tehát azért is hívtuk őket, mert tudtuk, hogy ismernek minket és elvállalják, tehát szinte mindenkivel személyes kapcsolatunk van, tehát tényleg Mario Biondi-tól kezdve a Krakensmackig, most tényleg azt mondtam, hogy Mario Biondival kezdünk, Krakensmackkal zárunk szombaton, és gyakorlatilag minden előadónk, Candy Dalfertől a Difázig a barátunk, tehát a Difáz konkrétan a házunkban járt, a saját házamban ebédet főztem nekik, tehát hogy ilyen szinten baráti kapcsolat van. Az egész fesztiválra jellemző ez a nagyon baráti hangulat, hogyha valaki megkérdezi, hogy mi hogyan tudnám megkülönböztetni, nekem például pont ez maradt meg, hogy ez a nagyon, nagyon baráti, nagyon közvetlen, és egy kicsit egy ilyen kisebb közösséget hoz vissza. Ezért voltam kíváncsi, hogy ez változik-e, túlnő ezen, vagy ez cél, hogy ilyen maradjon. Nem, ez cél, tehát én addig érzem ott jól magam, amíg valószínűleg egy kicsit bolondnak néznek, de amikor megyek végig a fesztiválon, mindenkinek köszönök, mint hogyha nem tudom, meghívtam volna vendégként a saját családomba az ott jelenlevő látogatókat, és akkor biztos néznek is rám egy kicsit, hogy mit köszönjük. Fellépők is ugyanilyen közvetlenek? Tehát, nagyon. Tehát, hogy ugyanezt a hangulatot adja, hogy nem csak a közönség van, között van egy ilyen nagyon közvetlen baráti kapcsolat, látjuk a képeket, gyerekek pokróccal érkeznek. Igen, jazz maga a
műfaj is meghatároz, egy minőségi zenét feltételez, ez nem feltétlenül több tízezes tömegnek szól, mint ahogy az egyéb popfesztiválok mondjuk, hanem talán a hangulat szempontjában és a minőség szempontjából is van egy határ, amíg ez igazán élvezhető. Igen, egy picit azért bővülnünk kellett a funk és a soul irányába, de ezek is a jazzből származó műfajok, úgyhogy nem érheti szó a ház elejét, és igen, tehát csak visszatérve, hogy az előadók, hogy 2 évvel ezelőtt Rick Casey családi sztorikat mesélt a színpadon például, tehát hogy igen, tehát őket is így, ők is átveszik. Őket is inspirálja, egy kicsit a Katlan szerűen ott, mintha együtt összeülnénk egy asztalnál, tehát nagyon. Mindenki ismer mindenkit. Igen, szóval akinek megjött a kedve, még találj egyet, vagy csak majd nézze online felületen, vagy még mindig lehet. Még árusítunk, azért fogynak, tehát azt javaslom, hogy itt az egy hét a csütörtöktől, tehát palóznak egy jazz piknik. Köszönjük szépen, hogy is köszönöm.